Ilyen nyálkás réteg borítja a holtmarca a felszínét, itt a híd környékén a legfeltűnőbb, de az alga a holták teljes szakaszán elburjánzott már. Hát a marcával évek óta gondok vannak, de most tűnt föl nekem is a napokban, hogy ilyenkor a tavasszal, hát tulajdonképpen még tél van, hideg van, víznek a hőmérséklete még most a legkedvezőbb, ha már most algásodik, akkor hát itt is még mindenhol gondok vannak az élővizeinkkel, nincs gazdája. A holtággal a helyiek szerint az algásodáson kívül más problémák is vannak. Az mindig probléma volt, hogy teli volt ilyen vízitökkel, a horgászok is nehezen tudtak halászni, horgászni, meg csónakkal közlekedni, ladikkal. Hát szerintem biztos nem tisztítják eléggé, vagy pedig megy bele valami egyszer, vagy nem. Hát nem is tudom, hogy itt, hiszen olyan csend van, olyan nyugi van. Itt olyan szép minden, szerintem. Vízügyi szakemberektől úgy tudjuk, a holtágakon nem ritka az alga megjelenése, melegebb időben gyakran előfordul. Az viszont különlegességnek számít, hogy a növény februárban ilyen szinten elburjánzott. A nyálkás zöld réteg egyébként amiatt van, hogy nem cserélődik kellően a holtmarca a vize. A holtágat a marcaból táplálják, amin jelenleg munkálatok zajlanak. A holtmarcat egészen a munkálatok befejeztéig nem tudják megfelelően frissíteni. Az algásodás egyébként nem okoz vízminőségromlást, de jelzi, hogy jelentősen feldúsult a víz szerves anyagtartalma. Azt, hogy a vízben mekkora mennyiségű szerves anyag van, befolyásolja a vízfrissítés gyakorisága és a horgászok által használt etetőanyagok is.